kívánok mindenkinek az elemgyűjtés ülésen. Én arra tudom, hogy a szentület határozott képes. Vaskó Ügyvéd úr hiányzik, de ő bejelentette, hogy nem fog tudni a mai napon részt venni. Amiért szükséges volt ezt a elemgyűjtés ülésre szólni. Ez a kerékpárú hálózat fejlesztése című pályázat, amivel hétfői nap folyamán ugye már foglalkoztunk, és a pályázat van az öt rész született, hogy ezt beadjuk. Viszont már akkor jeleztem, hogy ez nagyon-nagyon szűk keretek között és szűk határok között fog ez a pályázat zajlani. Azaz hétfő meghozta a testületünk az ülést, ez már a keddi nap a minisztériumba is került, és ahhoz, hogy tudjunk tovább haladni, a közbeszerzési feladatok ellátására én javaslatot teszek három cégre, illetve majd kedden rendes testületi ülése, pedig már remélhetőleg a három cég ajánlatát is fogjuk tudni hozni, mert hogy ennek a pályázatnak igazából augusztus 31-ig teljes mértékben végig kell menni, egy feltételes közbeszerzési eljárást kellett folytatni, hogyha ott pozitív döntés születik, mégpedig nem valószínűleg azt fog születni, hogy a miniszter úr támogatta ezt a projektet, akkor halaszthatatlanul neki tudjanak kezdeni ennek a kivitelezésének. Erről szólna tulajdonképpen a mai nap. Én javaslom a testületnek, hogy a napirendben foglalt pontokat fogadja el, aki ezzel egyetért, kérem készletlátásra a rendszer. Köszönöm, mert látom, hogy a napirendnek elfogadásra kerültek, és akkor ez az első napirend, amely tartalmazza a három közbeszerzési feladatot ellátó, vagy annak ellátására kiválasztott végül kívülirodát. Az egyik a tanácsadó Kft. Első, a Szabó Tervező Iroda Kft. A második, és a dr. Serpézi András ügyvéd közbeszerzési tanácsadó, ez a harmadik. Ezeket egy úr leellenőrizte jogilag, és mindenféleképpen rendben vannak a feladatot, el fogják tudni látni bármilyen kölyökötben ezt megkapja. Én azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy ezt a három széget kérjük el ajánlattételre. Akinek ezzel kapcsolatban esetleg kérdése, aggálja van, az kérdezze. Amennyiben nem, akkor kérem a képviselőtestületet, hogy a napja minden foglaltatot támogassa. Aki egyetért vele, azt kérem készletartásának. Köszönöm szépen, és ezzel elérjük, hogy meg is tettük azt, hogy a kettes pont az egyedre. Itt az egyedre én megmondom őszintén, én merjelettel készültem el nekem, de ebben hából kifogyatás segítem. A merjelet pedig arra irányom, hogy önhasználtal kapott támogatással jött az önkormányzatonai következtében az iskoló két szám alatt egy műfüves pálya épült. Ennek a műfüves pályának lenne egy átadója még minden augusztus 28-án, mivel 10 éves a város, úgymond volt, hogy az este 10 óra akkor kezdődjön, és egy 10 perces foci meccs nyitná ezt meg, rendhagyó módon. Azért gondoltuk, hogy így este 10-kor is ilyen csillagfény is, mert egy nagyon jó világítással rendelkező, nagyon jó kis pálya lesz itt. És én úgy gondoltam, hogy az első mérkőzés azt nem játszhatja ezen a pályán más, csak a képviselőtestület. És egy osztályhálózatot, aminek a csapattagjait én a tegnapi nap folyamán el is kezdtem nyugodni, és kicsit kedvecébe vagytok, mert mindenki első szóra igen mondott. Én azt szeretném, hogy... Volt rám egy gyerek? Hát igyekeztem azt, hogy mondtam Mikiben, még ott volt a telefonon, mert gondoltam, hogy fejmondó, hogy állgatott játékos volt, még lehetséges. Én elmondom, hogy kik azok, akikkel felvettem a kapcsolatot, és rögtön elsőre igen mondta. Krizán Sándor az MLS megyei elnöke, ő rögtön azt mondta, hogy igen. Bár előtte két nappal műteni fogják, tehát
fontosabb feladatokat lát el. Képviselőben sikerült rábírni, hogy működt érdemben egy erős Ferenc Géza úr, ő még vacilál, mert lehet, hogy külföldön lesz, de nem egy nagy futballista, de azt mondta, hogy ő is mesztört magára, ha arról van szó. Ferenc Gézával ne birkózzatok, ő birkózat versenyszerűen. Ajaj, nem tudtam, hogy ő sportos. Sikerült egy régen szednapokat meglátott kapust is igazolni az NFL csapatában, az ilyesmények az igazgatója, az a Berencsi Zoltán. És azokat, akik, azokat kerestem, akik a régi NB2-es csapatban részt vettek, sajnos az a rossz hír, hogy Kubik Józsi elvállalt, és ő egész jó állatokban van még, minden héten szoktunk focizni vele, illetve Kovács László Caca is beszáll, és aki még szóba jött, az valóban Molnár Miki volt, és Tóka Józsi, aki azt hiszem Diósgyőrben futballozott. Úgyhogy így néznek ki az ellenfél. És mi hogy néznék? Előtte vagy után? Hát annyi a jó hír, hogy jegyző úr még nem tudjon erősítésként őt is leigazolnánk a képviselőtest csapatába, és És ugye mindenkinek lenne valamilyen feladata. Én annyit orraművel nő, hát én úgy gondoltam, hogy a Chelsea-ből Kokkóba ott is orvos, tehát egy gyúró a hölgy, úgyhogy mindenképpen szeretnénk, hogy ő orvos, én meg gyúró. Nem, és rád úgy gondoltuk, hogy technikai és szakmai vezetőként a csapatot, a többieket viszont úgy gondoltam, hogy játékosként, és akkor erre készítenénk egy egyedi meszt, és valóban egy 10 órától egy 10 perces, nagyon barátságos, inkább ilyen reprezentatív foci keretében adnánk át ezt a pályát. A 28. az egy pénteki nap, úgyhogy annyi, hogy a buli akkor később. Az orvosi lány az jó lesz. Megvárni történik. Mit szóltok hozzá, hogy gondoltok róla? Ez egy elég rendhagyó lenne, én azt gondolom. Én nem téged akarok. Én azt tudom ígérni, hogy 10 perc után és nekem a focistákat is meg a csapat? 4 plusz 1. És akkor cserék lennének ez alatt a 10 perc alatt is. Folyamatos cserékkel. Sorok mennének. Folyamatosan tudnánk egymást cserélni. Hát szerintem itt ez olyan ez a pály, nem hiszem, hogy lesz nem posztok, hanem itt úgy mindenki minden. Totális munkavarosság. Beszélt a maga és kész. Kapus volt. Van egy olyan dolog, valaki mögé felvonult, csak szaladunk meg egy kis alatt, hogy nem lenne. Elég bentről lépjük. Tehát már a tekintélyével is komolyan kapus úgy. Ez most már már így. Ez sima foci, és utána vendéglátás lesz, és ezt próbáljuk az ellenfélnek is elmondani előtte, hogy mi se keserű szájízzel fogyasztok el a vacsorát, az igyekezzenek visszafogni magukat. És lezsíroznak egy 10-10-et töltetlen, 10 éveség fordulóra, és 10 akar 10 percet. Ebben gondolkodtam, vagy Fizzát, vagy Fice. Már vagy Fice, Fice az meg. Így van, természetesen. Szerint játékvezető, akit nyugodt szívvel vennek meg minket sem a és nem lesz belőle sértődés. Ezt én nyilván nem szeretném az egyébben megszavaztatni, de mit gondoltok róla? Ki az, aki ebben benne van? Ezt én igennek veszem. Vastó ügyvéd ugyan nincs ott, ez egy keményebb feladat, ezt igyekszünk őt is leigazolni. Sanyi, rendszeresen futballozik. Két percig megy, egy percig megy. Egy percig bírja izomszakadásig. Előtt edzés is lesz. De mi az a rendszeres? Tehát mi a periodicitás? Te buszom az első tankó napon. 26 évet. Két perc után valami izomszakadás. 30 évet. Nem, egy is benne,
és ezt kérdez. Jó, akkor én igen, akkor Gábor fog mindenkit keresni a mintavétel véget, mert hogy mindenkinek lesz számokat. Lesz számokat. Mert hogyha most már valamit, akkor fennom. Hát túl igaz, hogy az a 45908. Ilyen szám is van? Annyira kérnék mindenkit, hogy akkor maximum 200 és maradjuk a 10-100 ezer decimális. Még tudunk is esetleg a méret? X-nek szerint minden. De milyen méret? Milyen méret? Melyik méret? Szerintem ezek volt a kamerám, amikor X-el.